Jó reggelt kívánunk minden Süsfelnap hallgatónak, és itt van már velünk a vonal túlsó végén, ahogy már ígértük, ahogy már Dani is ígérte, a P-Mobil frontembere Schuster Lóránt. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Kukuriku! Szól a kakas, ha fel kell, ezt minden nap elmondom a kislányomnak, ezt a mondókát. Igen, igen, igen. Hát nem akármilyen jubileumi évfordulóhoz érkezett a P-Mobil, mert hogy 50 éves a zenekar, és hát most hétvégén szombaton Szigethalmon a placon léptek fel. Hát nem is tudom, hogy hogy kezdjem, hogy milyen érzés azt kimondani, hogy 50 éves a zenekarotok. Hát azt nem tudom, mert igazából a zenekar az nem 50 éves, hanem 54, mert 4 éven keresztül egy rovarírtószer nevét használtuk, mi voltunk a Gezaró együttes. Ez egy olyan rovarító volt, amit kullancsok, bolhák, krumplibogár ellen és a többiek el használtak. És tulajdonképpen én 54 éve vezetem ezt a formációt, és csak P-Mobil néven 50 éves a zenekar, mert azt a Gezaró nevet az akkori hatalom betiltotta, mert nem tetszett neki. Igen, ezt látom, hogy 73 áprilisában az Esti Hírlap közölte közleményben, van, hogy megváltozott nagyon, a nevet. Nagyon, nagyon fölkészült. Na, mindegy. Sőt, mi több, még a Gezaró előtt is volt, még 2 év Housebirds néven játszott a zenekar, az még nem az én ügyem volt, de gyakorlatilag 54-56 éve működő formáció van szó, de a P-Mobil 50 az abszolút létezik, és van. Na most ezt egy április 30-án tartott aréna koncerten ünnepeltük meg a totális teltházót, és gyakorlatilag az ország minden részéből jöttek a mobilosok, úgyhogy hihetetlen jó volt. De visszatérve a Szigethalmi rendezvényre, a placra, ahol elterülünk, hogy mi nagyon sokat játszottunk Csepelen magán, tehát Csepelen nem volt olyan hely, a csepeli munkáshoton, az olajos, az ifjúsági park, szóval gyakorlatilag mindenhol játszottunk, és hát sajnálom, hogy az utóbbi években nem hívtak minket ilyen rendezvényekre, de nekünk Csepel az egy fő bázisunk volt, úgyhogy most sokan jelentkeztek Szigetszentmiklósról, Szigethalomról is, meg Cseperről is, hogy jönnek erre a koncertre, úgyhogy szeretettel várom őket, várjuk őket. Hát az biztos, hogy tele lesz majd a plac, ez nem is kérdés, de még egy kicsit jöjjön a múlt idézés, főleg ha már említetted az ifjúsági parkot, hiszen ugye így hívták egykoron a mai Várkert Bazár helyén lévő szórakozó helyet, ahol hát ugye ti is játszottatok még abban a hőskorban, és aztán 2017-ben újra visszatértetek ugye egy koncert erejéig. Milyen volt így ennyi, nem tudom, kihagyás után ezen a klasszikus, kultikus helyen fellépni? Furcsa volt, mert az emberben élnek az emlékek, és ugye nagyon szépen megcsinálták, helyreállították az egészet, hogy az eredeti, vagy többnyire az eredeti tervek alapján. Nem volt, jó volt, mert eljöttek a mobilosok, de természetesen azt nem lehet visszahozni, azt, ami akkor volt. De fontosan tartanám elmondani, hogy nem csak a Budai Ifjúsági Park volt, testen létezett a Csepeli Ifjúsági Park, a Kőbányai Ifjúsági Park, én csak még azon gondolkodom, talán még, és a Lőrinci, azt nem mondtam még, ugye? Tehát Csepel, Kőbánya és a Budai. Tehát 4 ifjúsági park volt, és ehhez még hozzájött egy 10-valahány vidéki ifjúsági park, ahol mi rendszeresen játszottunk, tehát ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, más kérdés az, hogy milyen politikai háttere volt a dolognak, de maga a dolog az jó volt, hogy nagyon olcsón 5 forintos belépővel be lehetett jönni az ifjúsági parkba, és ott általában 2-3 zenekar játszott egy nap. Mi keddenként játszottunk a minivel hosszú éveken keresztül, úgyhogy több ezer ember volt minden héten. Hát ez ma már elképzelhetetlen. Hát akkor tényleg olcsón meg lehetett úszni egy koncertet, 5 forint volt a belépő, nálatok meg ugye 2 forint egy dal, úgyhogy akkor... De az még állandó, az még most is, az idő múlásával. És a sör sem volt annyira drága, de hát azt meg vizezték, úgyhogy az nagyon tetszett, hogy a
múlik a végén, tehát amikor véget érte a szezon az ifjúsági parkban általában a növéseket, akkor rögtön le is tartóztatták. Egyébként most azon gondolkoztam, hogy ha így inflálódna a dalotok, akkor most hogy énekelnétek, hogy nálam mindig 22.500? Hát nem tudom, egy időben volt, amikor ezt az áremelést mi is megcsináltuk egy koncerten, hogy 2 forint, 8 forint, vagy 10 forint. Tényleg? Volt ilyen? Igen. Csak már nem tudjátok nem, követni. Nem, most már nem tudom. Hát figyelj, az érdekes, hogy olyan régóta létezik a zenekar, hogy a Dugjatok a 220-ba című számunk is elavult, mert már nem 220, hanem 230 a hálózatban. A 2 forintos, mint fizetőeszköz megszűnt, nekünk van még egy nagy méretű, amit egy T-mobilos rajongó csinált, ezt is visszük Szigethalomra. De gyakorlatilag egy csomó dolog, amit az ember megénekelt, vagy megélt, vagy valami, az megváltozik. Egyetlen egy dolog, szerencsére nem a zene, az maradt. Uh-huh, uh-huh. Hát meg a jó szívetek, mert ugye az előbb említetted ezt az április 30-ai koncertet, de hát azért amellett nem menjünk el, hogy eredetileg ti 29-én koncerteztetek volna. Mi volt az oka, hogy áttett? Ez egy ilyen álnaív kérdés, mert én tudom, csak te meséld el, vagy mi tudjuk Danival, de te meséld el, hogy mi volt az oka. Egy komolyabb produkció érkezett az arénába. A Ferenc pápa találkozott a fiatalokkal, és így megkértek minket, hogy akkor mit szólnánk ahhoz, hogyha másnap május elsője jött, mert ugye másnap május elsője volt, hát munkaszüneti nap, és hát mi belementünk. Milyen diplomatikusan fogalmaztál, hogy megkérdezték, szerintem így nyomatikusan. Ugye ráértek másnap is koncertezni? Hát nem volt olyan egyszerű egyébként helyet találni, mert valamilyen az AVM arénában valamilyen nemzetközi mérkőzés volt, kisebb helyen az nem igazán jó, szóval nem volt egyszerű helyzet, de sikeresen a közreműködők, a Broadway, aki szervezte a koncertet, az aréna, a pápa látogatás szervezői gyakorlatilag ügyesen megoldották, tehát ugyanaz a hang és fénytechnika volt felhúzva, gyakorlatilag a két napon, tehát ugyanazt a technikát, berendezést használtuk, természetesen más formában, mint a pápa őszentsége. De mindegy, szóval a lényeg az, hogy sikerült megoldani, hát nem volt egy egyszerű, az azért elmondanám, hogy nehogy azt gondolja valaki, hogy egyszerű volt a pápa látogatás előadása után leszerelni, átépíteni a színpadot. Hát igen, azért ezekre a koncertekre ugye azért elég sokat készülnek, néha napokon keresztül építik, azért az egészet átrakni egyik napra a színpadot, újraépíteni, szóval voltak nekünk is éppen, hogy csak annyi időnk volt, hogy beálltunk, megcsináltuk mi is. Szóval mindegy megoldott, és amit külön ki kell emelnem, hogy külön köszönöm a P-mobilos közönségnek, hogy megértette ezt a szempontot, és dögig tele volt a csarnok, nem hiszem, hogy bárki is, talán egy pár ember volt, akinek programja volt, elutazott, vagy így, vagy úgy, de gyakorlatilag tele volt a csárda, úgyhogy nem Kicsit úgy hangzik egyébként, mintha nem tudom, mert azt a 10 000 embert, azt így személyesen ismernéd, hogy igen, páran jelezték, hogy sajnos nem tudnak eljönni a P-mobil családból, de a többi 9 000, nem tudom én, 800 fő az ott volt. Hát igen, mert a honlapjainkon, amiben van egy csomó, megjelentek ilyenek, hogy hát sajnos másnap nem jó neki, mert akkor már utazik, vagy dolgoznia kell, és hogy van eladó jegye, és hogy szívesen odaadja. Tehát a P-mobilos belső kör az működik, tehát együtt vannak, tehát ilyeneket olvashatsz, hogy innen jövök, jön-e valaki arra, el tudom vinni, vagy megyek, és akkor elhozok valakit, vagy haza tudok vinni valakit Kaposvárra, és ez is egy nagyon jó dolog. Egyébként erre reagált a Plac Szigethalom is, amit most ugye beszélgettünk, hogy a pápa miatt átraktátok a koncertet, hogy egyébként meg július 1-ére most szombatra a Placra a Dalai Láma jelentkezett be, de hát nyilvánvalóan nektek adják oda a színpadot. Nem tudom, láttad-e ezt a posztot, de ez egy nagyon, nagyon vicces, igen, reakció erre. Én nagyon bírom a Dalai Lámát, egy nagyon értelmes, okos ember, és szóval én szeretem, úgyhogy de mindesetre
A lényeg az, hogy most már másodszor ütközünk valamilyen egyházi méltósággal. És az fel sem merült egyébként, hogy felléptek a pápa után közvetlenül? Vagy vele együtt. Vagy bele, igen, nem, vagy ezt Tóth Gabinak adtál. A közönség persze elkezdte gyártani a poénokat, hogy mi van, jön a pápa a P-mobil koncertre, vagy mi lesz, a zenekar fölveszi a pápa mobil nevet, az amivel járkál, az pápa mobilnak hívják, vagy hogy föllép esetleg nálunk, szóval gyakorlatilag mindenki viccelt a dologgal, de hát az a helyzet, hogy volt már egy másik előadás, amikor a pápa Budapesten volt szabadtéren, és akkor az ott lévő felszereléseinket meg is áldotta, meg a technikus. Wow! Kevés zenekar mondhatja el magáról, nem szerintem. Nem tudom, hogy milyen védettséget okoz ez a villámcsapás, vagy a rák, vagy mit tudom én, milyen ellen, de szóval tudnotok el, hogy mi meg vagyunk áldva. Nagyon helyes, és megvan áldva egyébként a táborotok is, mert hogy ugye most itt említetted azt, hogy milyen jó kis közösségetek van, és hát gondolom, hogy sokan a közösségből ott lesznek a velencei táborotokban, mert hogy a P-mobilnak saját tábora is van. Bőj, a Drószamár kemping összes helyiségében leszünk. Víz is van a velencei tóban. Szerencsére most éppen van. Úgyhogy, de hát ez most a második alkalom ez. Előtte mi is volt minden évben P-mobil tábor, csak mindig máshol tartottuk, hol Salgótarjánban, hol itt, hol Baján, szóval különböző helyeken. Mi történik egy ilyen tábor? A folyamatos, a bulizás, vagy mit csináltok ott? Az, hogy mi lehet folyamatos, az valószínűleg az italfogyasztás. Mármint a víz, persze. De nem, gyakorlatilag nem csak mi játszunk, hanem különböző más zenekarok, tehát 4 napon keresztül, és nem csak olyan zenekar, mint a P-mobil, hanem lesz egy szál gitáros esték is lesznek, és a többi beszélgetések, rocktörténeti előadások, és a többi, és a leglényegesebb kötetlen beszélgetések, tehát bárki oda jöhet hozzám, és megkérdezheti a vízparton, hogy kölcsönadnám el a papucsomat. Amire te nem mer felelni. Hát amire az 46-os, úgyhogy abban biztos elfér a többség. De minden esetre nem, jó, ez egy jó dolog, mert az a helyzet, hogy a koncerteken különböző okok miatt a közönségtől el van a zenekar szeparálva, ennek van előnye is, van hátránya, és én azt látom ezeknél a táboroknál, hogy az a hátrány itt nincsen, tehát itt bárki oda mehet, beszélgetett, kérdezhet, és a többi együtt ehet a zenekarra, és szóval gyakorlatilag ez egy jó dolog, hogy nincsenek ezek a korlátok. Hát este, amikor már koncert van, akkor már a színpad mögötti rész szokás szerint le van zárva, mert hát ha valaki izgalomba jön, és akar jönni a színpadra. Hát vagy... hát nincsen rock koncert backstage nélkül, legyünk őszintén. Hát igen, szóval gyakorlatilag van, sajnos most is voltunk az elmúlt héten szombaton, hogy ilyen gyakorlatilag rajtunk keresztül járt végig a közösség nagy része, amit én nagyon ideges tudok lenni, de mindegy, szóval megértéssel kezeltem a helyzetet. Itt a placon ilyen nem lesz, itt nagyon jó helyetek lesz, úgyhogy biztosan a közönség is marad a helyén. Nagyon szívesen beszélgetek a placon is a koncert után. Tehát nem előtte. Közben énekel. Mert közben. Volt olyan, hogy jöttem lefel a lépcsőn, és ott állt egy srác, teljesen gyalotlanul mentem, megfogta a kezemet, és az utolsó 3-4 lépcsőn lerántott. Csinált egy szelfit, hogy magam elé rántott, csinált egy szelfit, majd elszaladt. Szóval ilyenek is vannak, de hát mindegy. Hát ilyen szerintem itt most nem lesz szombaton, úgyhogy hát nagyon várunk titeket akkor. Nagyon, igen. A táborban egyébként lehet még jelentkezni? Ezt még nyugodtan elmondhatod. Lehet. És nagyon kedvező, én most nem tudom ezeket, de nagyon kedvező feltételek vannak, mert van napi jegy, van heti jegy, és ezekben a jegyekben benne van a sátor, az autó, a motorkerékpár helye, és a többi a fürdőjegy. Szóval gyakorlatilag, ha veszalk egy jegyet, akkor mint a 10 életben mindenre felülhet, úgyhogy ennyi.
Kipróbált mindent. Na, hát akkor jó táborozás nektek, de csak azután, hogy egy hatalmas bulit csaptok most szombaton, tehát itt Szigethalmon a placon. Úgyhogy egyrészt gratulálunk hát ehhez a fél jubileumhoz, akkor az 50-54 évhez. Hát most már elkezdtük a második 50 évet, igen. Most már ez a plac, ez már a második 50 év, ötödik bulija, azt hiszem, mert folyamatosan játszunk. Azóta is, úgyhogy ez most már megkezdődött, ha bár van, aki azt mondta, hogy mi Lórikám még 50 évet, és nagyon mérges voltam. Van még bennetek annyi? Zeneileg biztosan van, még van mit megénekelni. Zeneileg van, anyagban is. Schuster Lóránttal beszélgettünk a P-Mobil frontemberével. Jó bulizás szombatra! Köszönöm szépen, szavaztok! Sziasztok! Yes, yeah.